Na, hát akkor kezdjük el. Ez a négy dolog, amit most meg szeretnék mutatni. Ez pont azért kell, amit néztek. Óriási méreteket tud csinálni a kamera, és úgy, hogy nem is 4K-ba veszek fel, kell egyszerűen a hely. Annyira imádom lehúzni ezeket róla. Nagyon király. És milyen jó, hogy piros a kábel is. Lesz majd egy videó, mert van egy új hangrendszerem, illetve egy új erősítőm egy elég egyedi hangrendszerhez. És ahhoz van ez a kábel, ilyen kábelem sosem volt, reméljük, hogy ez jó lesz. Ezt Y kábelnek hívják, mint látjátok, és a mély nyomót és az erősítőt köti össze. Ez igazából ennyi. De most nem is tudom, hogy melyikkel folytassam, mert az egyik ez nagyon közel áll hozzám, és izgatott vagyok érte, hiszen nagyon sokat szoktam prezentálni, és amióta ezt megláttam, egy ilyen álmom volt. Ez meg egy érdekes dolog, voltam pár fogászati kezelésen, és mondták, hogy szerintük rosszul mosok fogat, ezért javasolták, hogy szerezzek egy elektromos fogkefét. Ezek általában ilyen 8-10 ezertől van, ami már jó. Viszont amikor meglátom, hogy van olyan, és itt ez a felirata fontos, meg a dobozt is így megmutatom, mert hát elkezdtem akkor erről beszélek, hogy hát itt van, és össze lehet kötni a fogkefédet, az okos fogkefédet a telefonoddal, és azt mondja, itt ugye az van írva, hogy minden nap monitorozni tudod a szokásaidat, és hogy milyen a te személyre szabott fogmosási bármilyen rutinod, fogmosási rutinod. Így néz ki a doboz. Szerintem baromi szép az egész. Mindenféle dizájn, hogy miket mondanak róla. Okos USB töltő utazáshoz is van rajta. Cserélhető fej, rá lehet rakni az alkalmazást is, de ezek mind marketing szövegek, úgyhogy mi lenne, ha kibontanánk. Egyet fontos elmondanom, miközben ezt így bontom ki, hogy ezek nem szponzorált tartalmak, ezeket mind magamnak döntöttem és választottam ki ajánlások alapján, de persze nem tudom a márkáknak, hogy azért review van róluk. Itt van ez maga a tok, az utazó tok, a legfontosabb rész nyilván egy ilyenbe. Ez a használati utasítás, ez minek? Oké, fogkefék, ez tök jó, hogy van. Kábel, bekattant. Meg is találtam, itt van a három különböző fogkefe fejek, ezeket fel fogom nektek olvasni. Oral-B, cross-section, szerintem az pont ez. Legkorszerűbb fogkeféje, a precíz tisztítás érdekében a döntött sörtékkel rendelkezik, eltávolítja és kisöpri a lepedéket a helyükről. Én kezdek ezzel. Ti meg írjátok, megszavazzatok, hogy a három közül melyikkel kezdenétek ti. No, hát ezt kipróbáltam. Érdekes. Az biztos, hogy kényelmesebb így fogat mosni, de szerintem minden elektromos fogkefére igaz lehet. Annyi volt ezzel, hogy mutatta, hogy éppen hol és mennyi időt töltsek el, az egy segítség, meg nyilván az pszichológiailag jó, de ezt egy órával is lehetne mérni, hogy ugye mennyi ideig csinálja az ember. Ebben a rövid tesztben talán ennyi fér bele, hogyha van lehetőségetek kipróbálni vagy használni, akkor nézzétek meg, és majd nem tudom, egy fél év múlva majd elmondom róla a véleményemet. Hát egy dolog maradt még. Az mondjuk furcsa, hogy alapból nyitva van, én ezt nagyon nem szeretem csomagoknál. Hát ez viszont tök gáz, ez nyitva volt. Ez biztos, hogy nem így van alapból. Ez a Logitechnek az új Spotlight prezentere. Azon kívül, hogy gyönyörűen néz ki, tehát ilyen Apple designhoz hasonlít, és nagyon kellemes a fogása, és ezt figyeljétek. Ez az USB, amit be kell csatlakoztatni, mennyire gyönyörű UX élmény. Imádom, amikor egy gyártó ilyenekre gondol, vaj, nagyon jó. És ami egy különleges gomb rajta, az ez itt, amiért döntöttem, hogy ezt szeretném a dizájnon kívül, hiszen a dizájnt nagyon szeretem, az az, hogyha ezt a gombot megnyomom, valahogy szoftveresen kommunikál mind
PC, mind Mac-es szoftverek, PowerPoint-tal és Keynote-tal is, és ahova mutatom, azt a részét a prezentációnak kiemeli, tehát a többi esetétől is egy körbe tudok majd így mutogatni, ami sokkal jobb, mint ez a lézeres megoldás, meg hát különleges, egyedi, és hát ugye igyekszik az ember mindig javítani a prezentációját. És látom, hogy itt még van más is, ez konkrétan a töltője. Ó, és van egy nagyon szép kis tokja. Remélem tetszett nektek ez a kis bemutató. Írjátok meg kérlek, hogy melyik termék érdekel a legjobban, vagy tetszett, illetve azt is, hogy szeretnétek-e még valami ilyesmit látni, hasonló dolgokat. Na, most gyorsan akkor letesztelem ezt. Fókusz nyilván nem áll át. Először tölteni kell egy kicsikét. Úgyhogy tölteni fogom. Másik meg, hogy mégis kell ez a kábel, tehát még egy felesleges USB-C, USB kábelt kell használnom és hordanom magam, és nem is veszíthetem el, mert csak ez csatlakozik be, mert amúgy meg ilyen hosszú... Na ez pont nem jó UX, a többi eddig tetszik, most töltök, aztán meglátjuk. Annyit csináltam, hogy a Logitech-nek a programját felinstaláltam. Dongle. Összekötés. Na, töltöttem, olvastam is róla. Nézzük meg. Ó, most vibrált, egyértelműen jó. Na jó, ebből kilépek, biztos, nem fontos. És mivel itt installáltam már, meg is változott más színre a Logitech-nek a kis appja, ami fut fent a Mac-en. Az a jó ebben, hogy be lehet állítani időzítőt, és vibrálni fog, hogyha lejár az idő, azt szerintem zseni. Itt van, highlight van, itt pontosan ezt szeretném, és tök jó, hogy ezt így be lehet állítani, hogy mekkora, hogy legyen, kell kurzor, vagy nem kell kurzor. És van egy ilyen okos funkció, hogyha hosszan nyomom az egyik gombot az előrét, akkor elkezdi a prezentációt, és be lehet állítani sok mindent. Na, amúgy működik, mint prezentációs lehetőség, ami már egy fokig jó. Visszamegy. Vissza is megy. Na és most a nagy kérdés, hogy elindul-e a pointer. Nem, ez is visszaléptet, itt valami nem jó, ha hosszan nyomom. De ha hosszan nyomom, akkor működik. De jó. Tehát igazából nem tudom, hogy mihez képest viszonyít, egy picit meg kell szokni. És megpróbálom magamat bevágni, és úgy. Tessék, most meg leszek, nem ilyen more sales. Azt mutatja, hát ez. Ez egy jó, oké. Amúgy meg ha simán nyomom, akkor meg tovább léptet. Végül is ez jó, mert mondjuk, hogy okos. És akkor nézzük meg, hogy ha hosszan nyomom a visszát, akkor elsötétít, ez jó. Ha újra megnyomom, jön, vissza tudok lépni. Vibrál, hogy lejárt az egy percem, úgyhogy szerintem nem is kell, hogy tovább demozzam nektek. Nekem bejön instant get. Na most elég sokat beszéltünk különböző kis smart eszközökről, viszont nem biztos, hogy ezeket van értelme megvenni, és pont most csináltunk Takács Szabolccsal egy villámkérdéseket, amit hamarosan láthattok is. Szabolcs a 30-as nyugdíjas, és van pár elég jó meglátásai vannak arról, hogy miként álljunk a pénzügyekhez. Én azt kérdezném tőled, hogy így nagyon gyorsan van néhány tipped arra, hogy mikor vegyünk meg valamit, hogyha szeretnénk, vagy mikor ne? Az első ilyen nagy tippem az lenne, hogy próbálkozzunk a böjtökkel, próbálkozzunk böjtölni. A böjt azt szerintem egy szuper jó dolog. Böjttel szoktam megtalálni azt, hogy milyen dolgokra költök pénzt, amire igazából nem kellene, mert nem belülről fakad, hanem csak egy rossz szokás miatt költök rá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elhatározom, hogy egy adott dologra, nem tudom, mondjuk sörre, nem költök 3 hónapig, vagy 2 hónapig, legalább 2 hónapot. És rájössz, hogy nem is hiányzik. És akkor, hogyha 2 hónapot kibírtál, az alapján már a szokások azért el szoktak tűnni. Ha 2 hónapot kibírtál, akkor eldöntheted, hogy neked volt-e olyan fontos a sör, hogy visszatérsz hozzá, vagy sem. És hogyha találtál egyet, akkor azt iktasd ki, és próbálkozz egy következőre. És hogyha érdekelnek ilyen dolgok, a Szabolcs szokott tartani workshopokat is. Menjetek fel a Facebook oldalára, és nézzétek meg, hogy mikor van a következő. De mikor is? Augusztus 23.